mielőtt elkeserednék, elmondanám, hogy mi a fiatalemberrel ezt a notát más hangnemben szoktuk játszani, csak kiderült, hogy az anyukájának az magas, ezért ő megtanulta mélyebben, de most meg ezt bejutott az, amik az eredeti volt, úgyhogy semmi gond, uram. Köszönjük szépen! És következzék a Herédi család, a fiatalembert a harmonikást már láttuk, hallottuk, most viszont egy csodálatos primás ember igyekszik. Ezelőtt néhány évvel, vagy két évvel ezelőtt a kárpátai táborban megjelent egy olyan hegedűvel, amit bekapcsolt, és a hegedű magába játszott, ilyen műanyag hegedű. Valamilyen kínai, vagy nem tudom. És azt mondja nekem, lesz neki még fa hegedűje is. Na most már fa hegedűje van, azon játszik. Természetesen az apuka kíséri, és a bátyja. Thank you.
Daniel és család következik, és először egy négykezest fogunk hallani a két leányzó előadásában, Danielis Anna és Danielis Eszter, és ezt követi egy kis könnyű zene, az apuka fog énekelni, illetve Máté fog harmonikázni. Nem állhatom meg, Máté persze én tanítom harmonikázni, ő művúta rasszalosnak tanul Pesten. És Máté egy kicsikét parázs ember, azt mondja nekem, úgy látja, hogy mióta őt tanítom, én is sokat fejlődök. És én meg örültem neki, mondom, jó, hogy fejlődőképes vagyok még most is. Ezt azért elmondtam, ez a vasárnapi műsorhoznak. Tessék játszani. Thank you.
nagyon szépen köszönjük a Danielis családnak. Az apuka az hivatásos ácsmester, de mostanában méhészettel foglalkozik, ez nem ide tartozott, ez csak úgy elmondtam. Most következzen egy nagyon érdekes dolog, a Berényi család van nekem beírva, és Záhorami Zádalámi című dalt fogja játszani egy különleges, érdekes hangszeren az ifjú Berényi. Flujarának hívják a hangszert, ez egy hegyi hangszer, gorál hangszernek nevezik Lengyelországban is, meg Szlovákiában is. A mikrofon se bírja a magasságot, ugye. És az apukája kíséri Bráncsán, illetve... Ez csak egyedül. És akkor lesz valami olyasmi, amit az apukája kísér Bráncsán, illetve Lőrik László tanár úr, ő pedig sógorként van jelen, de bőgőzik is. Most nem fogom felsorolni, tehát apa, fia, sógor, lányzó testvérné, Brácsást is várnánk, meg már feltetszenek ismerni, meg két harmonikás, két brácsás, kettő prímás,
egy jó ízű klarinétes, és még van egy cimbalmos is, de ma nem fog játszani, tehát mostanában nincs hangszere, és nem tud mi játszani. Az apuka már izgatottan néz körül, ő a prima, itt a brácsás. Acsai szlovák népdalokat fognak hallani, nemrégen készítettünk stúdió felvételt, és abból most ezt én kértem személyesen, hogy minden Danielis itt van. Még egy nincs itt, a szólóénekes, oppá!